Több mint 200 résztvevő jelentkezett be az évről évre a sorban a 9. alkalommal megszervezett néphagyományőrző pedagógusok képzésére. Az esemény iránt mindig nagy az érdeklődés, ezt mutatja az is, hogy idén nem csak Hargita, Maros és Kovászna megyékből érkeztek a pedagógusok, de magyarországi vendégek is tiszteletüket tették. A művelődési házban délelőtt különböző témájú előadásokat hallgathattak meg a résztvevők, délután műhely munka és óvoda látogatás szerepelt a programban, a rendezvény 19 óra körül ért véget. A képzés szervezője, a Napsugár Napközi Otthon vezetője, Bunta Gyöngyi azt mondta, céljuk továbbra is változatlan, azaz a néphagyomány éltetése. A képzésünknek az lenne a lényege, hogy próbáljuk egy csoportba gyűjteni, tömöríteni azokat az óvónőket, akiknek szívügye a néphagyomány éltetés, és próbáljunk egy kicsi pluszot adni azon kívül, amit az általános műveltségből, vagy pedig az óvodai programba találnak. Elsősorban a néprajzi ismereteket szeretnénk bővíteni, ezen kívül pedig a néphagyományok óvodai éltetésének módszertanát, lehetőségét, technikai megvalósításait. 4 éve indították el, hogy minden esztendőben körbejárják az évszakok jeles napjait, idén a téli ünnepkört vették górcső alá, a hangsúly ezúttal a farsangon volt. Bár idén a 9. alkalommal szervezzük a hagyományőrző óvoda pedagógusok képzését, 4 évvel ezelőtt indítottuk el azt, hogy minden évben körbejárjuk az évszakok adta jeles napjait és munkaalkalmait, így az idénre került az, hogy a téli ünnepkört fogjuk körbejárni egész András naptól farsang temetésig, és a mai nap a hangsúlyt az a farsangi időszak kapja és a farsang temetés, mert úgy gondolom, hogy Udvarhelyszéknek ez egy jellegzetes népszokása, élő néphagyománya, és ezt szeretnénk bemutatni az érdeklődőknek. Az évről évre egyre több érdeklődő pedagógust vonzó rendezvényt a Székely-Udvarhelyi Napsugár Napközi Otthon és a Napsugár Egyesület szervezi közösen a polgármester hivatallal és a megyei tanfelügyelőséggel. A képzés néhány éve a Székely-Udvarhely tavasza eseménysor égisze alatt zajlik.